Sziasztok! Most egy elektromos kétkerekű járgányt fogunk tesztelni. Itt van mögöttem ez a kis járgány. Az egyik barátunktól kaptuk ezt a kis kétkerekűt igazából, hogy teszteljük. És most ez a kis anyag arról fog szólni, hogy mi mindenre alkalmas ez a kis járgány, és mi mindenre nem alkalmas. Ezt most egy kicsit ilyen vicces formában bemutatjuk nektek. Tartsatok velünk! Az önkéntes tesztelőbrigád tagjai. Molly! Lorena! És Móni! Elsőként nézzük meg, hogy hogyan lehet vele menni simán előre. A száguldás nagymestere. Most nézzük, hogy lehet keresztbetett kézzel menni. Nézzük, hogy lehet elengedett kézzel menni. Nézzük azt, hogy lehet-e vele menni elengedett kézzel hátrafelé. Ez nagyon béna vagyok! Ez nekem nem megy, csak a gyerekeknek! Most nézzük azt az esetet, amikor pörgünk-forgunk vele körbe-körbe. Hogy azért mégse szédüljünk el. Ez nagyon jó! Gyerekek, ez nagyon jó móka! Nagyon jó! Most jöhetnek a gyerekek, tuti, hogy ügyesebbek lesznek, mint én! És vissza! Nagyon ügyes, Molly! Szuper! Vissza! Most nézzük azt, hogy lehet-e elektromos kétkerekűn süteményeket szállítani. Ez bizony eltört volna, hogyha ezek igazi tojások lennének. Szerencsére most csak műanyag tojással mutattuk be, hogy mi történhet, ha tojást szállítunk a kétkerekűn. Lássuk, lehet-e bevásárlókocsit vinni ezen a kétkerekű járgányon. Bevásárlókosarat lehet vinni, ennek a járgánynak a vázán persze ez is csak egy kosár, tehát lehet, hogy nagy kosárral nem működne. Nézzük, hogy húsvétkor lehet-e használni. Most vizsgáljuk meg, lehet-e az elektromos kétkerekű járgányon plüssállatokat szállítani? Maradj meg! Oké,
A kutyák nehezen viselik ezt a visnyogást. Hiszen bátran kijelenthetjük, hogy plüss állatot, még ilyen vinnyogóst is, vagy éneklőst is lehet szállítani a járgányon, hogyha jó szorosan megfogjuk. Úristen, de hangos vagy, te struc! Nem lehet tőle egy szóhoz jutni. Most nézzük, hogy gyermeket hordozóval lehet-e szállítani ezen a járgányon. Kísérlet egész jól zárult, mert a hordozóban lévő kisbaba egész jól el volt itt a vázon. De ez egy játékbaba, játékhordozóval. Azért igazi gyerekkel mégsem ajánljuk ezt a módszert. Most nézzük meg, lehet-e gyermeket altatni ezen a járgányon úgy, hogy közben zenélünk neki. Először egy zenélővel. Nézzük meg, hogy lehet-e gyermeket altatni két kerekű elektromos járgányon kettő zenélővel. Ez tényleg agyament ötlet. Lehetséges gyereket altatni egy vagy kettő zenélővel ezen a járgányon, de mivel ez megint csak egy játékbaba, így jól működött, igazi gyerekkel azért ne próbáljuk ki. Azt hiszem kijelenthetjük, hogy ez a járgány tökéletes arra, hogy menjünk vele. Előre, hátra, forogjunk, minden ilyesmit csináljunk. Egy dolog fontos, süteményt, tojást és gyereket ne szállítsunk rajta. De ha csak arra akarjuk használni, hogy menjünk vele, és élvezzük, ahogy a fülünk mellett elsuhan a szél, arra tökéletesen alkalmas. Köszönöm, hogy velünk tartottatok. Sziasztok!